1848. februárjában Párizsban kidőlt a forradalom. A francia nép elűzte a gyűlölt király Lajos Fülöpöt és kikiáltotta a köztársaságot. A hír egész Európában nyugtalanságot okozott, amely elérte Magyarországot is. Uraim, uraim! Párizsban győzött a forradalom! Európa lábukban áll! Nekünk is elni kell még emlani! Úgy van, foglaljuk pontokba a követelésünket! Én már címet is adtam neki. Mit kíván a magyar nemzet? Itt az idő. Mindent előkészítettünk. Az egyetemisták már várnak rá. Induljunk át! A jó szerencse legyen velük! Várjatok még! Írtam a lelkesítő költeményt. Talán felolvashatnánk, de az eleje nem teljesen igazi. Hallgassátok! Rajta magyar! Élj a haza! Felfelítve, hol az a napról bízhatni a népe? Tedd hát az! Nem kell igazakban barátok, mert akkor nem is rajta, hanem legyen talpra. Talpra magyar! Élj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Ez már jó! Szakadt az esőre a lelkesedés olyan, mint a dölöttűz. Orvosok, mérnökök, jogászok, számban és lelkesedésben is egyaránt percegé növekvősenek. Követeljük, hogy azonnal nyomtassák ki téziseinket. Nem szeretem, míg a cenzor engedélyt nem adott rá. Milyen cenzor? Nem ismerünk el semmiféle cenzor. Fiatal urak, foglalják fel a nyomtát, akkor kinyomtatottam kéréseinket. A nép nevében ezen a nyomdát lefoglalom! Landerer úr, kérem nyissa ki a helységet! Én is kérem! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúr eltörlését! Felelős minisztériumot, Buda, Pesten! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés! Legyen béke, szabadság, egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúr eltörlését! Felelős minisztériumot, Buda, Pesten! Évenként Jóország gyűlés Pesten! Törvény előtt egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereg! Közös természetes képviselet egyenlőség alapján. Esküdtség! Nemzeti bank! A katonaságát küldjék meg az alkotmányra, magyar katonáikat bevigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük! A politikai státusz foglyokat engedjék szabadon. Unió! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Nézzétek! Petőfi mondani akar valamit! Nézzük! Talpra magyar! Híj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választhatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősepáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyugodtak. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehol naiv itag ember, ki most, ha kell halni, nem mer, kérek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Fényesebb a láznál a kart, jobban épesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide vered régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Itt rákentek a századok, nem mossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Hol sírják, domborulnak, azok helyik leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A forradalom vér nélkül győzött híre utatűzként eljött a vidéki városokra. Az események a már történelemmé a résztvevők hősökké váltak, de gondolataik szellemük ma is él, hirdetően megbetű szót, szabadság. Március zsidóság minden magyar ember szívében ott téged talán, amelyet a nemzet a haza iránti szeretet táplál. Manapság szabadságban és békességben élhetünk, de nem volt ez mindig így. Nem feledhetjük soha a régi korok hősét és tetteiket,
Az ő haza szeretetük emlékeztesse minket arra, még helyettünk ki már szabad a kármadár, otthonunk csak egy van, szeretni kell a hazát.